Sziasztok! A következő csokoládédesszert elkészítéséhez mindössze néhány percre van szükség. Hozzávalók 3 evőkanál liszt. Ezt már még ide kimértem. 1 evőkanál cukor. 1 evőkanál kakaópor. Fél teáskanál sütőpor. Akkor ezt egyszer most összekeverjük, csak így szárazon, ahogy az építőiparban a száraz beton szokás. Ahogy összekevertük, mehet rá másfél evőkanál étolaj. És 5 evőkanál tej. És addig kevergetjük, míg teljesen gombócmentessé nem válik, csomómentes nem lesz. Ahogy eldolgoztuk, elég masszív tésztát kapunk egyébként, szerintem ez látszik is. Szépen eligazgatjuk. És a közepébe teszünk vagy egy kanál nutellát, vagy néhány darab csokit. Néhány kocka csokit. Kell vele foglalkozni, nem szép egyenletes, nem szépségversenyre készül, hanem arra, hogy megegyük. És akkor, ahogy mondtam, ide a közepébe lesz vagy egy kanál nutella, vagy teszünk rá néhány kocka csokit, szépen belenyomkodjuk. Na még 2-t. Ahogy ezzel megvagyunk, betesszük a mikrohullámú sütőbe. Minimum 1, maximum 2 percre, maximális fokozaton. Ezután csak meghintjük porcukorral, és kész is van. A minél élesebb kontraszt adta ízorgia érdekében érdemes vaníliafagylaltal vagy vaníliapudinggal fogyasztani, ami nálam most pont nincs, de önmagában is egyébként tökéletes. Nagyon finom. Ha elkészítitek, jó étvágyat hozzá. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!